harcol. Ő a mi legnagyobb bajnokunk. Hadd kérjek tőletek egy ütemes vastapsot. Katona Olivérnek! Taps! 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 Tedd fel a kezed, gyerünk! Látjátok, értitek? Ő a mi legnagyobb bajnokunk. Tehát, hölgyek, urak, elmondtam nektek pár nappal ezelőtt, hogy jótékonysági az idei századik centenáriumi Elit Papp László ökölvívó magyar bajnokság. És most már látjátok, hogy ki a bajnok, akinek mi segítünk. Hölgyeim és uraim, a szorítóval az érinthetetlen Rajtjaz Junior! És hölgyek, urak, óriási tapsa szorítóval Kovács Kopó Istvánnak, ökölvívó olimpiai világ, Európa bajnokunknak, profi világbajnoknak, Isten hozott. Szóval ott tartottam, hogy jótékonykodtunk, mégpedig többféle módon. Én szeretném nektek elmondani, hogy milyen módon jótékonykodtunk. De előtte engedjétek meg, hogy bemutassak mindenkit a szorítóba. Rajtjaz Kopót már bemutattam. Berkó Lajos, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség ügyvívő testületének tagja. Juhász Rola, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség ügyvívő testületének tagja. Ragyogó szeműek. Juhász Roli és Juhász Szofi. És tisztelt hölgyeim és uraim, akik önzetlenül segítettek bennünket. A Hell Promotion részéről. Mádi Tamás, a Hell Energy Promotion ügyvezetője. Hello, és akkor tényleg itt az ideje, hogy számokról beszéljünk, hogy milyen módon és mennyit tudunk nektek most segíteni. Az ökölvívók nagy családja összefogott óriási szívvel, és tényleg 4 napon át. Én azt mondom, hogy csoda, ami itt történt. Csoda az, hogy itt vagy velünk, bajnokon, és figyelj! A Hell 5 millió forinttal segíti a gyógyulásodat. Bravo! Bravo! Roland gyermeket, Rolika és Szofi azért vannak a szorítóban. Rolinak van egy gyermekkori barátja. $500 a zsebébe indult el a nagyvilágba, és ebben az évben, az Amerikai Egyesült Államokban benne van az 1000 legjobb cég között Somodi Ferenc 3,6 millió forinttal járul hozzá bajnok ahhoz, hogy minden rendben legyen. Arra kérnélek benneteket, üzen nekünk felé. Roland és Olivier. Olivier, ez nagyon-nagyon megtiszteltető, segítettünk a felgyújulásodban, és a kedves cégem, az Advanced Facility Solution és a barátaim, Mark and James segítettek ebben, hogy létrehozzuk ezt a videót, és a segítsünk, támogassuk a te felgyújulásodat. Remélem, hogy hamarosan találkozunk személyesen. Ez egy hosszú kapcsolatnak a kezdete, és remélem, hogy hamarosan látnak személyesen is. Kedves barátomok, Rolandnak és a Magyar Ökölvívó Szövetségnek nagyon sok-sok boldog jövőt kívánok, és tudom, hogy nagyon sok szép dolgot fog csinálni jövőben a magyar ökölvívásnak a fellendítése érdekében. Roland, Olivier, köszönöm szépen, hogy ebben részt vehetünk, és a cégem. Kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt kívánok nektek, és remélem, hamarosan találkozunk. Jó éjszakát! Nem könnyű rám ilyenkor megszólalni, hello. Szóval köszönjük az adományokat. Köszönjük nektek. Az igaz emberek. Mindenkinek adnak, tényleg. Nem csak beszélnek. Akik itt vagytok most a szorítóban, akik ott vagytok a nézőtéren. Mindenki hozzájárul ahhoz,
hogy a gigantikus nagyságú minél előbb boxkesztyűt figyelem, és ott van a gyerek, látjátok, ott van a gyerek, emlékszel rá, honnan indultunk? Aki felgyógyulásra vár, és ezek a pénzek kellenek ehhez. És hölgyeim és uraim, a legnagyobb csatákat, a legnagyobb bajnokokat megszégyenítő. Századik évfordulója van ma, ez a kis fiatal a ember, aki itt van velünk a szorítóba, mert képzeljétek el, ezen egy őszegi versenyen, jótékonyság is egyben. Ez nagyon nemes. Hadd kérek tőletek egy óriási tapsot a legnagyobb bajnoknak! És még egy fontos info, mert én a számokat a végén már össze se tudtam adni. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség, itt látjátok az urnát, amiben gyűjtögettünk. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség azt mondta, hogy ami összeg összejön, azt kiegészíti, felkerekíti, a lényeg a lényeg. 1 millió forinttal még pluszban hozzájárul ehhez a történethez. Hölgyeim és uraim, 4 nap alatt több millió forint jött össze a ti áldásos jó szívetek által. Tényleg most egy olyan vastaps, hogy hallják Amerikába, meg itt benn Magyarországon belül. Taps, taps. Hölgyeim és uraim, a legnagyobb bajnok a szorítóba, Katona Oliver! És akkor, hölgyek, uram, az óriás kesztyű, amin ökölvívó olimpiai bajnokaink, Edo György és Kokó aláírása, valamint Ron Jones aláírása szerepel. Roland, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség ügyvívő testülete nevében átadja Mádi Tamásnak a Hell Energy Promotion ügyvezetőjére az egyiket. Mert hölgyek, urak, hogy Roland gyermekkori barátja úgy érezte, hogy a tengeren túlról is segíteni kell. Ott is megdobbant a szív. Ezért Berkó Lajos, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség ügyvívő testületének tagja, átadja Juhász Rolandnak és Juhász Szofinak. Aztán majd eljut reményünk Somogyi Ferihez a kesztyű, hogy jön Feri haza a kesztyű másik felét.